da felvételt készítek, mint ígértem. Erről az APD-30 akaiba kerültem ez játszóról, mert teljesen hibátlan működésű. A tető, a kettő készülékhez egy tetővel fog menni, szóval ebből számítani kell. Mind a két készülék teljesen hibátlanul működik, a másik is. Viszont a másiknál, a 33-as fordulatnál van egy kis hiba. Nem tudom, hogy miért, de a fordulat az nem úgy működik, ahogy kellene a 45-ösön. A 33-ason tökéletesen működik minden. A 45-ös fordulaton sajnos nem lehet beállítani a fordulatot, de a két készüléket, a két lemezjátszót adom szinte egy áráért. Tényleg láthatod, hogy pazar jó állapotú. Magában a másik ugyanilyen lemezjátszót 60 ezerért adtam el pár napja. Fölemelem a kart, elindítom a lemezjátszót, lejátszást, kis hangot adok rá. Itt totál masszív van nála fordulat, nem egy se jobbra, se balra, nem mozog. Beállítom 45-nél is. Szóval 45-nél is lehet látni, hogy szépen masszívan áll. Hát ha most visszarakom 33-ra, ott is tökéletesen kell, hogy működjön. Ja, eltekertem, bocsánat. Na most már jó. Nagyon szép hangja van egyébként. Működése teljesen hibátlan. A másik is működésileg mindenben hibátlan. Csak mondom, a 45-ös fordulat. De hát a kislemezek nem terjedtek annyira el, és én szerintem ez nem fog problémát jelenteni. A két készüléket adom 65 ezer forintért, szerintem nagyon kedvező ára, hogyha azt nézzük, hogy a másiknak a teteje nem volt ilyen szép állapotban, és ez makulátlan már így magába is. Ez a lemezgyártó is 60 ezer forint lenne, most a kettőt adom 65-ért. Köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem.